Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok! Jönnek is Warframe, és uh, Jézus Mária, kérttek Limbót 2020-ban. Hát óvakodtam ettől a frame-től, reméltem, hogy senki nem fogja kérni. Na most azok, akik újak a Limbo világában, azoknak elmondom azt, hogy a Limbó is egy olyan karaktere, kicsit, mint a Benshi volt, mint mondtam. Mindenki ért hozzá, de senki nem tud vele játszani. A limbora ez valahogy így extrán igaz, mert hogyha elkezdesz a képességeivel kavarodni, akkor teljes mértékben összekavarodsz, hogy mikor melyik riftben vagy, és mikor tudod lőni a zenemit, vagy nem. Úgyhogy megpróbálom a legegyszerűbben és a legtisztább technikát átadni a limbóval, és nem azt mondom, hogy nem lehet ezzel a karakterrel survivorre menni, vagy bárhová, de azt kihangsúlyozom, hogy ez a karakter, igen, el lehet vele szólozgatni, de azt hiszem, hogy a legnagyobb előnye és ereje abban van, ahogyan a csapatot ki tudja támogatni, és amilyen szintű tömegszabályozási képessége van, és most, hogy a hard mode bejött, ez a tömegszabályozás újra felé lett a warframe ben és emiatt a limbo az egyik legbrutálabb karakter, hátmódban és szinte minden játékmódban kiválóan megállja a helyét. Na most, és ha nem haragszatok, akkor hard mode ban mutatnám be a limbót, tehát nem mentem el egy ilyen kétórás defense survivor anyám kínjára. A hard mode, -ban, hard mode ban ugye a százas enemiknek is 250%-os életük van és armorjuk, az nagyjából 19 millió HP-nak felel meg, csak hogy mondjam, most már ezt is kiderítettem, hogy ez a 250%-os armor és HP együtt 19 millióra rúg fel. Szóval nem keveset kell ott sebezni. Régen csináltam egy olyan videót, és ki is tört a botránya a magyar Warframe közösségben, hogy haszontalan warframe melyiket ne választ. Természetesen, ahogy illik, a, rögtön a videó, ki, a videó elején kiemeltem, hogy ez egy személyes vélemény, és én magam úgy látom, ahogy ezeket a dolgokat, de ahogy is mondjam, a warrior társak, a, a szimpek simp, jöttek, és természetesen azon Warframe-ek védelmébe álltak, amelyeket én haszontalannak véltem. Na most abban a videóban is elmondom, hogy a Limbo az egy jó Warframe, és egy erős Warframe, csak nekem személyesen nem tetszenek a képességei, és nagyon eh, zavarnak az animációk a képességei közbe, és emiatt nagyon be tud zavarni, nem beszélve arról, hogy egy troll játékos talál be limbóval, akkor pedig pislogsz nagyokat, mert sose tudod, hogy hányadán állsz, csak a Limbo játékos tudja az, hogy hányodán áll, és kihol milyen riftben található. Szóval a képessége ilyenség az, hogy egyszerűen olyan az animáció és olyan színek veszik körül, és minden nekem annyira nem fekszik. Természetesen vannak olyan színbeállítások, ami kicsit enyhítik ezt a grafikai intenzitást, és elviselhetőbbé teszik a képességeket, úgyhogy amit anno abban a videóban mondtam, most is állom. A Limbo az egy erős és ha ön önmagában véve hasznos Warframe, ha így nézzük, de számomra a képességei és azoknak animáció jói, haszontalanná teszik. A másik, amiért azt gondolják sokan, hogy ez a Warframe hasznavehetetlen lehet az azért, mert hogy annyira könnyű a Warframe, illetve ugye a hard módig, a hard sem se nehéz, de a hard ban már egy kicsit oda kell figyelni, na, időnként oda, egyes küldetéseknél kifejezetten oda kell figyelni, mint például a Lunán, amikor rám jött a Stalker, és rám jöttek a Sentientek is, egy sáca nyomtuk ketten, Stalker, Sentientek, és közben meg kellett védeni a Mobile defense a podot. Igen, na akkor oda kellett figyelni, értek? Ilyesmire gondolok. És a százas szintű stalker, higgyétek el, ellenfél. És jó érzés volt. Na, visszatérve a, a, a limbóra, annyit még tudnotok kell róla, hogy a limbo modolásában százféle eltérő modolás látok, ezért az enyém sajátos és sajátos játék tevődik le. Én a limbóval próbálom minél egyszerűbben és átláthatóbban csinálni a dolgokat, és azt hiszem ez ki fog mutatkozni a modolás, modoláson is, és természetesen egyeseknek jó lesz, másoknak nem. Egy-két modot szoktam csak változtatni a modoláson, függően, hogy milyen egy játékmódra megyek. Gyorsan, mivel hogy 2020 és őség óta csináltam limbo videót, Menjünk át gyorsan a képességeiken, nagyon röviden és tömören. Oké, egyes képességgel riftbe tudsz rakni embereket. Oké? Tehát például riftbe tudod rakni a társaidat, ezért is egy nagyon jó troll Eze, Ha riftbe rakod a társaidat, nő az energiájuk, ez egy passzív képesség a limbolnak, a tied is és a energia is nő, hogyha riftbe vagy. társai is sebezhetetlenek lesznek, ugyanakkor hátrányba kerülnek, mivel, hogy ö, ők sem tudják sebezni az enemit, kivéve, hogy az enemi is velük egy -e riftbe kerül, vagy veled egy -e riftbe. Te hogyan tudsz átmenni limbóval riftbe? Egyet az konkrétan, egyet shiftelzel, dessel egyet a limbó, és átmegy riftbe. Régen ez a kettes képessége volt a limbónak, örülök, hogy ettől megszabadulták, mivel hogy a kettes képesség most már hasznosabb lett. Szóval, hogyha a riftben vagy, mondjuk, vagy és a társadalmi riftben vagy, akkor kérem szépen, egyes képességet rányomogatva az ellenfelekre át tudod hozni őket abba a dimenzióba, amire te vagy, és akkor tudod őket sebezni. Ez a limbót egy lassú játékmódra kényszeríti, ezért nem igazán megfelelő se defenzen, se, se semmilyen játékmódban nem megfelelő, hogy egyes képességgel mindig átúzgastad az elemeket a riffbe, és egyesével ölögesd meg őket kettes képessége, ami a varázs erejét adja igazából a limbónak, és ettől válik hihetetlenül op -vá ez a karakter, és a kettes képesség pedig azt csinálja, hogy akármilyen enemi, ami a riftben van, tehát a másik dimenzióban, azt megállítja. Tehát egy ilyen idő stop, lövegek megállnak a levegőbe, minden megáll a levegőbe. Ez elképesztő crowd control kombinálva az ultiával, elképesztő. Amint belépnek az enemik a, a limbo ultiába, bim, meg is áll az idő, szépen megállnak az enemik, és más dolgod nincs, csak kényelmesen körbe menni és ledarálni az enemiket. Nagyon-nagyon jól ki van találva, és nagyon erősíteszi a Limbot, és ezért is volt, hogy a Scarlet Spear eventnek az idején a sentientekre már nem hat a rift, egyes enemikre ezen kívül ez a kettes képesség nem hat, többek között a sentientekre sem, és ez igen, nagy felháborodás váltott ki a Warframe közösségből, nem csodálom, amúgy is kevesen használják a Limbot, végre meg volt egy szerepe, és amiben a legjobb volt, azt elvették tőle, szóval, ja, de így is, mindegy, tehát mondtad, hogy 98%-ban minden enemit felfog a kettes képesség, tehát konkrétan megállítja az időt. Nagyon jó, nagyon fantasztikus képesség. A harmadik képesség, és megpróbálom érthetően elmagyarázni, mint ahogy anno, amikor megjött rá ez az update az új képesség rendszerével, akkor is megpróbáltam elmagyarázni. A harmadik képesség az azt csinálja, hogy ha riftben, mondjuk tegyük fel, te riftben vagy. Egy, veled egy, együtt egy enemi is riftben van. Ha rákasztalod a hármas képességet arra az enemire, ami riftben van, akkor így generálsz egy ilyen energy, rift surge, mindegy, hosszú, generálsz egy ilyen energiabubit, mondjuk így. Jó, hogy el képzelni. Ha az enemi kilép a riftből, akkor ez a bubi, mondhatni, ez a rift bubi felrobban, és a környéken lévő enemiket, nagyjából 25 méteren, ami nem kevés, berántja a riftbe. Geci, nem? Igazából nem Az Kettes képességgel kombinálva ez igen kultúrált megoldást tudna lenni. Ugyanakkor megvan a maga veszélye, és ha elfelejted elkapcsolni a kettes képességet, hogy az enemik megálljanak, akkor ne felejtsd el, hogy azok az enemik, akik nem kerülnek be a kettes képesség hatására, azok nagyon szépen fognak tudni rád lőni, és a limbo igen-igen esedékes warframe. Szóval még egyszer elmondom, rányomod a hármast egy enemire, az az enemi kiküldöd Riftből, vagy kilép ő a Riftből, mondjuk tegyük fel az Ultidból, és akkor ugye felrobban ez a hármas képesség, mondhatni így, hogy felrobban, és bevonza a többi enemiket a Riftbe. Ha megölsz egy hármas képesség által rákapcsolt, tehát egy hármas képességgel ellátott enemit megölsz, akkor uh, ugyanúgy bevonza a körbelévő enemiket a Riftbe nem egy rossz képesség, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy azért alul használt, mert rift, limbóval kiriftből beriftbe, és riftből riftbe, dolgok igen nagy kavaradást okoznak a játékosok számára, mert egyes enemik egyik riftben vannak, másik másik riftben, és már te is össze-vissza vagy kavarodva, vagy ki hogy ki és ezért ez a képesség úgy vettem észre, hogy viszonylag alult használt. Viszont ami nem alul használt, és a legbiztosabb technika ebből szempontból, az az ulti és kettes képességnek a keveréke elég egyszerűen működik. Ugye elkapcsolod, létrejön egy rift bubi, és ez a bubi idővel csökken, csökken, csökken. Minél több időt adsz, annál lassabban csökken. Minél kisebb a bubi, tehát kevés a range, és minél több az idő, annál több ideig tart értelemszerűen. És minél nagyobb a bubi, és minél kevesebb az idő, vagy éppen nagy bubi, de sok idő, annál gyorsabban csökken, mert hogy le kell csökkenni arra az adott méretre, hogy megszűnjön. Na most a bubi és a kettő képesség a limbo igazi ereje. Oké, okay. elkapcsolod a bubit, benyomod a kettest, jönnek az enemik, belépnek a bubiba, instant megállnak. Ahogy a bubi csökken, az enemik úgy közelednek egyre jobban feléd, egyre jobban feléd. Na most egy nagyon jó technika a limboval, hogyha, főleg, hogyha vannak erős fegyvereid, hogy elnyomod uh, a kettes, ahogy az enemik mindig közelednek feléd, akiket nem tudsz kinyírni, semmi pánik. Csak újra elkaptol, elkapcsolod a négyest, ügye arra, hogy a kettes be legyen kapcsolva, és minden enemi, aki eddig a riften kívül volt, ugye, a rift bekerül, mert hogy a riftet újra elkapcsoltad, és nagy területen lesz. És hirtelen lesz e, egy terület, egy nagy terület és e, levegőben megállt enemik gyakorlatilag, akik nem tudnak mozdulni, arra várnak, hogy te őket ledaráld. A limbo terület defense tömegkontrollban a legerősebb. Ha a limbo mellett van egy mesa, Excalibur, bármi, a warframe képességei ki tudnak lőni a limbónak a riftjéből ezért mondtam például Mesa, Excalibur, azt hiszem a Voltnak is működik az ultia. Szóval a különböző Warframe képességek ki tudnak működni. Természetesen a megvédendő feladatot azt megvédi, tehát defenzen, ugye mindent a kataklizmnek hívják az ultiát, ugye mindent beborít, amit meg lehet védeni, azt az ellenfél nem fogja tudni sebezni, kivéve, ha belépnek a riftbe. De ha belépnek a riftbe, akkor a kettes képességed ott lesz, hogy megmentse a helyzetet. Na, gyerekek, ez lenne a Limbo legegyszerűbb technikája. Ha már elkezdett keverni a hármast, a kettest, az egyest, mert ez nagyon is okés technika, és főleg Survivor-on okés technika, de még ott is tán jobban működik. Egy kezdőbb Limbo játékosnak jobban működik az ulti és kettes keveréke, hogy mindenhol mindig elnyomd az ultit. Talán jobban működik még mindig, mint az, hogy észben tarts, hogy hol vagy, hármas riffben vagy nem vagy riffben, kibe kell csúszkál riffből riffbe, hogy ne tudjanak sebezni, hogy egy ult és kettes képessége sokkal jobban működik a limbo esetében. régen még azt ad mondjam el, régen még volt neki egy olyan update vagy hogy is mondjam, kapott egy kis buffot, az ultia, az konkrétan mindenkit ki tudott nyírni. Nagyon-nagyon sebzett az ultia, és ezért nem is említem meg most az ultit, mint egy a, kiszámítható uh, sebzés, vagy egy megbízható sebzés uh, formáját, mert az hatalmas nörfet kapott, mint a játékosok felfedezték, hogy százezreket vele lehet vele uh, kinyírni egyetlen egy ulti elkapcsolásával, szóval az nagyon gyorsan lenörfölték és most megmaradt ez a tömegkontroll szerepben a limbo, de nem húzom az időt jöjjön a modolás most, um, mint mondtam a limbonak sok féle modulása van, és a saját tízesedre fogod alakítani, tehát nekem is van, és emellett van még egy sima limbom is, és azon is van háromfajta modolás, de egyre szeretném felhívni a figyelmeteket. Oké. Okay. E és ezzel a modolással jártam be gyakorlatilag a hard módot, és a limbo az egy most már egy stabil pontja a hard módnak és, és ennyit kell változtatni rajta, függően, hogy milyen játékmódon vagy. Ha például egy ilyen mobile defense-en vagy, akkor jobban jársz egy kicsit kisebb range és sok idővel. Lassabban csökken a kör, az enemik nem tudnak távolról belépni, ott van a közelben, és az enemik, ha belépnek a kis bubiba, akkor a közelben tudsz maradni a mobile defense megvédendő cuccnak, és, és ott eltűzteni boldogon. Ugyanez igaz ex, -ex, -ex, -ex is. Viszont defense talán nagyobb érdeket, hogy az enemik belépjenek abba a körbe minél előbb, hogy minél távolabbról ki tud őket nyírni. Ugye egy mobile defense-en nem feltétlenül kell kinyírni mindenkit, vagy egy excavation on csak a célzott enemiket. arra van szó, de arra ott az egyes és hármas képesség kombinációja, hogyha úgy tetszik. Szóval, hogyha... Uh, annyit mondanálok uh, erre a és csináltuk természetesen Umbra Limbót is, uh, kinek hogy tetszik, de ennyit szoktam kihelyettesíteni over extended szoktam berakni a vigorous swap a helyére, hogyha arra van szükségem, hogy több területet tudjak lefedni, mert mint mondtam, szoktam azt csinálni, hogy, hogy lefedek egy területet, engedem, hogy a, az enemik egyre közelebb és közelebb kerüljenek, leginkább ugye azok, akik a hátam mögött van, és nem tudok figyelni, és amikor újra elkapcsolom a, a, a négyest és a kettes kombináciát, mindazok az enemik, akik eddig kívül voltak a riften, de közel hozzám, azok belőle kerülnek hirtelen, és egy kisebb hadsereget fogok tudni kinyerni ott velük, srácok. Ez, ez ilyen egyszerű és nagyszerű, de mint mondtam, nagyon sok um fajta modellás létezik rá. Uh, Arcane energy nincs szükség, Arcane Guardian nagyon úgy tudja megvédeni, uh, szóval, amit látjátok, se Vitality, nincs benne semmi ilyesmi, mert nem nagyon van rá szüksége, uh, hogy őszinte legyek a Shield gating így is megnövekedett az életben maradási esélye, ezért Arcane Strike és Arcane Fury, hogy az enemik belépnek a riftbe, szeretek rájuk kardozni. Szóval, ja, uh, ez lenne a Limbo 2020 eh, videó. Remélem tudtam segíteni vagy megszerettetni ezt a karaktert. Eh, ha erről van szó, szóval nekem még mindig nem marad a favoritom, de eh, elismerem, hogy hard módban egyszerűen elengedhetetlenné vált. Eh, mert könnyedséggel viszi végig az ilyen brutál nehéz eh, küldetéseket. És ez, ez pontosan a képességének köszönhető. Gyakorlatilag. Gyerekek, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, iratkozz fel, rá a like-ra, csatlakozz a klánunkhoz, Discord szerverünkhöz, akár bárki csatlakozott, mindenhez linkek a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!